Ott vagyunk már. Halihú, Eli! A tengerpartra mész. Egy békés nap, teljesen egyedül. Biztos nagyon pihentető lesz. Nézd csak, ott van Pátó. Eli, azt hiszem Pátó szeretne veled menni. Mi az, Pátó? Szívesen vezetnél. Ez igazán kedves tőled. Eli, mit szólsz hozzá? Figyelj oda, Pátó! Eli szeretne ma kikapcsolódni. Igen, így sokkal jobb. Újabb barátok, Eli? Egyél több már nem számít, igaz? Indulhatunk is! Együtt, mindannyian! Mi a baj, Nina? Ó, hát persze. Pátó, állj meg, kérlek. Neked is, pokolyó. Remek, már csak ez hiányzott. Melyik út visz a partra? Nagyszerű, Eli. Ő talán meg tudja mondani, hogy jutunk oda. De már megint ugyanott vagyunk. Jaj, ne! Már megint!
Na végre! Jöhet a napsütés, móka, kacagás. Nincs is jobb annál, mint együtt nézni a gyönyörű naplementét a barátaiddal. Ugye, Eli? Még ha egy kicsit nehéz is volt eljutni a partra. Pápá, gyerekek! Nyári kirándulás. Halihó, Pato! Hát, bizony ma igazi nyári forróság van. Ez az pokolyó. Talán valami hűvösebb helyre kellene menni. Esetleg a hegyekbe? Pato, szerintem neked kellene vezetni a túrát. Egyébként is nagyon felkészülten érkeztél. Végre feljutottatok a csúcsra. Milyen csodás! Pato, hát itt vagy. Na végre! Állítsd fel te is a sátradat, mint Pokolyó és Nina. Pokolyó
Á, megtaláltad a sátorrudakat. De ezek golfütők. Attól tartok, rossz zsákot hoztál, Pato. Ne félj, Pokolyó és Néna biztosan segít neked. Nézd, Pato, ez a te ajándékod. Hát nem varázslatos? Végül remekül sikerült ez a kirándulás. Jó ét mindenkinek! Gyerünk, Pokolyó! Irány a tengerpart. Ha-ho, Pato! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Ó, a postás! Hozott egy képeslapot. Vajon ki küldte? Eli! A tengerparton van! Csodás! De jó lenne elmenni a tengerpartra. Csinálok! Tengerpartot, Pokolyó? Akkor kell majd lapát. Lapát. Vödör. Vödör. Napszemüveg. Napszemüveg. És homokvár. Homokvár. Jól van. Csináljunk tengerpartot. Professzor. Osztály, figyelem! Pato professzor azt mondja... Ez egy tengerpart. És ez a nap. A nap. A tengerparton napernyőt használunk a nap káros sugarai ellen. Kellemes a napernyő alatt hűsölni. Szundi madárka, most te jössz. Megmondanátok Szundi madárkának, mi ez? Napernyő! Ez egy napernyő! Úgy látszik, a haragos űrlény mondani akar valamit. Napernyő! Nagyszerű, mindannyian tanultunk valamit a tengerpartról. Köszönjük, Pato professzor! Pato professzor előadását hallottátok. Úgy látom, ti már indulásra készen álltok. Megmondanátok nekem, mi ez? Lapát! Úgy bizony, lapát. És ez mi? Vödör! Igen, ez vödör. De még valamire szükségetek lesz, fiúk. Megmondanátok, mi az? Napszemüveg! Nagyszerű! Most már indulhattok a partra. Újra itt a postás. Tű, még egy képes lap. Eli épített egy hatalmas homokvárat. Hogy fogtok homokvárat építeni? Kitalálom. Állatos összekötősdi. Ha-hó, Pokolyó!
Á, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Egy majom! Egy majom! 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 Úgy bizony! Á, találtatok homokot, és milyen gyönyörű homokvár! Homokvár! Eli megjött! Megmondanátok Elinek, mit csinált Pokolyó és Pátó? Tengerpartot! Csináltak egy tengerpartot! Mik ezek? Kagylók! Tengeri kagylók! Jaj, de jó! Pápá, nem sokára találkozunk! Énekeljünk. Let's go to the beach, let's play in the sun with our sunglasses on. Let's open the umbrella and play with the spade and the bucket. Let's make a sandcastle, yeah. Tengerpart. Napszemüveg. Napernyő. Let's go to the beach, let's play in the sun with our sunglasses on. Let's open the umbrella and play with the spade and the bucket, yeah. Színek háza. Halihó Eli. Mit csinálsz? Festesz. Hát persze, rózsaszínre fested a házat. Szép szín. Igen, nagyon szép. Vagyis úgy értem, hogy a legszebb szín széles e világon. Halihó Pokolyó. Ahó Pátó. Ahó. Elinek még sok festeni valója van. Jól jönne neki egy kis segítség. Festek! Azt hiszem, boldog lenne, ha segítenétek. Festek! Hát Eli, ez a ház tényleg nagyon rózsaszín lett. Mi az?
Tessék, egy vödör szép rózsaszín festék. Pato, attól tartok, Ellie-nek nem tetszik ez a szín. Ellie ragaszkodik hozzá, hogy rózsaszínre festd a házat. Nem, kék! Pato téged festett a falra. De Ellie, azért nem olyan szörnyű, ha más színt is használsz. Rózsaszín tető elé. De Pókolyó! Jaj ne! Pato! Gyerekek, azt hiszem most már... Nyugalom, gyerekek! Várjatok egy percet! Ha nem békültök ki, sosem oldjátok meg a dolgot. Micsoda felfordulás! Jó ötlet, Ellie! Mindenki lefest egy részt. Ha-ha-ha! Csodálatos! Ez az. Így tényleg gyönyörű lett a ház. Hamarosan találkozunk. Pápa! Gyerünk, Pokolyó! Kalóz kaland. Ajjaj! Kalóz zászló. A barátaink valahogy megváltoztak. Van egy távcsövük, Pokolyónak van egy szemkendője. Térkép! És van egy térképük. Értem már! Kalózok! Kincses láda! Kalózok, akik a kincses ládát keresik. Tyű, ezek piránnyák! Légy óvatos, Pokolyó kalóz! Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó! Mi az? Mese!
Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dinoszaurusz, aki el akart menni a szigetre. Hajóra szállt. De a hajó süllyedni kezdett. Ezért csónakba szállt. De akkor meg a csónak kezdett süllyedni. Így aztán úszni kezdett. Amikor elért a szigetre, felhívta a barátját, a hangyát. Megkérte a hangyát, hogy ő is menjen el a szigetre. Ezért a hangya hajóra szállt. De a hajó süllyedni kezdett. Ezért a hangya csónakba szállt. De a csónak is süllyedni kezdett. Így aztán a hangya úszni kezdett. Amikor a hangya elért a szigetre, gyönyörű homokvárat építettek, és remekül mulattak. Vége! Kalózaink még mindig keresik a kincset. Szerintem Pató lát valamit. Megmondanátok Pokolyónak, mit lát Pató? A kincses ládát! A kincses ládát látja! Megmondanátok Pokolyónak, hogy Pató mivel látta meg a kincses ládát? Távcsővel látta meg! Mit látsz, Pokolyó? Kincses ládát! Az meg mi? Szörnyeteg! A kincses ládát egy szörnyeteg őrzi. Hogy fogják a kalózaink megszerezni a kincset? Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a... narancssárga! Keressetek valami narancssárgát! Valami narancssárgát. Lássuk, mit találtok. Jól van, hadd nézzem a képeiteket. Egy narancssárga sátor. Egy narancssárga zászló. Egy narancssárga építőkocka. Jó, keressetek még narancssárga dolgokat. Egy sárga répa. Igen, ez narancssárga. Egy narancssárga kulcs. Nagyszerű. És ez? Tudjátok, mi ez? Egy narancssárga űrlény. Egy narancssárga űrlény. Nagyon jó. Éljen a narancssárga. Hurrá! Kalózaink partot értek! Júj, a pirányák is jönnek. Ó, ajaj! Kincses láda! Jaj, ne! Felébredt a szörnyeteg! Fuss, Pokolyó, fuss! És jönnek a pirányák! Fuss, Pató, fuss! Ajjaj! Na, nyisd ki a kincses ládát! Hűha! Megmondanátok, mi ez? Egy térkép! Egy másik térkép! Újabb kincsvadászat! Jó utat, Pokolyó! Énekeljünk! We are the great little pirates. We have a map and a telescope. We are the great little pirates. We're sailing the sea with our pirate flag. We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope. Kincses láda!
are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope. Kempingezés. Mi folyik itt? Ez egy sátor, egy hálózsák és egy függőágy? Kemping! Ja, értem, kempingeztek. Nagyszerű. Elemlámpa. Jó ötlet. Hamarosan este lesz. Elinek is van elemlámpája. Pato? Hoztál elemlámpát? Mit gondoltok, ez elemlámpa? Nem, ez egy virág! Ez egy virág! Ez elemlámpa? Nem, ez egy gumikacsa! Az micsoda? Elemlámpa! Úgy bizony, elemlámpa. Ügyes vagy, Pato! Ajjaj! Csendes pihenő Szundi madárral. Függőágy. Csak játszott. Jó ét. Atya ég, ez nagyon ijesztő, Pato. Pokolyó, megijesztettél. Ez aztán rémisztő. Ideje ágyba bújni. Ajaj, mi volt ez? Pokolyó, Pato hallott valami rémisztő hangot. Már megint? Ne féljetek, szerintem nincs ott semmi. Számolósdi! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz! Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pato már tudja, mit rendel. Két banánt. Nagyszerű. Két banán. Ajaj, akkor mit szólnál inkább? Két ananászhoz. Két ananász. Jaj, szegény Pato. Megmondanátok Patónak, hány szív van itt? Kettő, két szív. Úgy bizony.
bizony, kettő. Végre reggel van. Jaj! Megint hallom azt a hangot. Megmondanátok a barátainknak, honnan jön a hang? A fáról! A fáról jön! Hiszen ez csak szundi madár, aki csöppet sem rémisztő. Hát, ideje összecsomagolnunk. Hosszú éjszaka volt. Énekeljünk! Buborék. Itt van Lula. Ahó, Lula. Hé, vajon mit figyel ennyire? Nagyon izgatott. Tű, nézzétek, egy buborék. Hát ezt várta Lula annyira. Vigyázz, Lula, nehogy... kipukkazd. Ajaj. Tudod, Lula, a buborékok könnyen kipukkadnak. Fölötted van, Lula, gyorsan! Tudod, ott, ahol buborék van, kell, hogy legyen egy buborék fújó is. Ti tudjátok-e, hogy ki fújja a buborékokat? Pokolyó! Úgy bizony! Nézzétek, ez Pokolyó, és Eli is itt van. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ha-ha! Szóval te fújtad a buborékokat. Buborék! Megmutatnád, hogy csináltad, Pokolyó? Igen, szóval beleteszed a pálcát a folyadékba, és utána fújsz egyet, hogy buborék legyen. Ez remek. Buborék! Most Eli is szeretne buborékot fújni. Ó, ugye gyönyörűek ezek a buborékok. Micsoda óriás buborék! Ügyes vagy, Eli! Buborék! Ha-ha! Oda nézzetek! Hé, hey, egy pillanat, mit csináltok?
Ajjaj. Pedig annyira jól éreztük magunkat. Nézzétek szegény Lulát. Ő folytatná a buborék vadászatot. Pokolyó, kérlek, fúj pár buborékot Lulának. Nincs buborék. Hát akkor te, Eli. Csak egy buborékot. Lulának. Szerintem Lulának hiányoznak a buborékok. Kár, hogy nincs több buborék, igaz? Hiába. Pokolyó sem tud Lulának buborékot fújni, és Eli sem. Na, nézzük csak. Pokolyó folyadék nélkül nem tud buborékot fújni. De Eli sem tud, a pálca nélkül. Segítenétek Pokolyónak és Elinek? Mit csináljanak, hogy újra tudjanak buborékot fújni? Közösen! Együtt használják! Együtt? Tű, ez igazán remek ötlet. Na, így már mindjárt más. Buborék! Eli és Pokolyó, ügyesek vagytok. Közösen használjátok a buborék fújót, és együtt fújtok buborékokat Lulának. Szerintem úgy jobb játszani, ha megosztozol a játékaidon a barátaiddal. Kérdezz csak meg Lulát! Éljen Pokolyó, és Eli, és Lula! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! A minden kulcsa. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mit játszunk ma, Pokolyó? Igen, én is látom, Pokolyó. Valami fényes. Nem biztos, hogy Pokolyó tudja, hogy mi ez. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi ez? Kulcs! Úgy bizony, egy kulcs. És ki tudja, milyen meglepetéseket nyit meg. Hű, de izgalmas. Igen, és ha nem tudnám, hogy ez lehetetlen, azt mondanám, ez olyan kulcs, ami annak idején a régi kalózok kincses ládáit nyitotta. Kincs? Kincs! Kincs! Kincs, 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 kincs! Kincs, 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 kincs! Ez csodálatos! Úgy néz ki... Ez egy kulcslyuk, Pokolyó. Kincs? Próbáld ki! Hát azt nem tudom, hogy itt kincs van-e. De én még ilyet életemben nem láttam. Ha-ha! Kincs? 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 Á,
Hát itt kincs nincs. Ne haragudj, hogy felébresztettünk, Szundi madár. Kulcs. Kincs. Kincs. Kulcs. Kincs. 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 Tyűha. Egy újabb kulcsjuk. Nem is tudtam, hogy van pincénk. Kincs! 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 Kincs, 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 kincs. Meglep, hogy látsz minket, Pato. Kis Pato. Kincs, kincs. Egy lift, de izgalmas. Rajta, próbáld ki. Most a tenger fenekén vannak. Úgy látszik, ennél messzebbre nem juthattok. Nem hiszem el. Nézzétek! Kincs! Tyűha! Lehet, hogy tényleg az. Azok után, amit ma láttam, én már semmin sem lepődöm meg. Rajta, Pokolyó, nyisd ki! Vajon mi van benne? Édesség? Játékok? Mi lehet a kincs? Mi az? Mi van benne? Oda mennétek? Megnéznétek és elmondanátok nekem, mi van a kincses ládában? Egy csomagulcs! Kincs! Ez a lehető legjobb kincs, nem igaz? Hisz mennyit mókáztunk ma? Csak nyitogassátok továbbra is az ajtókat, kérdezzetek, és fedezzétek fel a világot. Mindennek ez a kulcsa. Éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Horgász Pokolyóval. Hahó, Pokolyó! Hahó, Pát... Bocsánat. Ahó, mit kerestek a csónakban? Hal. Értem már, horgáztok. Háló. Hálótok is van. És horgászbototok is. Valentina. Valentina pedig segíteni fog. Remek!
Most már csak várnunk kell. Batu professzor. Osztály, figyelem! Pató professzor azt mondja... Ez egy hajó. Hajó. Ez egy csónak. Csónak. És ez egy világító torony. Világító torony. Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Megmondanátok Szundi madárkának, hogy mi ez? Világító torony! Szerintem a haragos űrlény mondani szeretne valamit. Világító torony! Nagyszerű! Ma hajókról, csónakokról, világító tornyokról tanultunk. Köszönjük, Pató professzor! Pató professzor előadását hallottátok. Megmondanátok Valentinának, mi ez? Hal! Ez egy hal! Úgy bizony, ez egy hal. Megmondanátok a halnak, hogy mi ez? Háló! Horgászháló! Megmondanátok a halnak, mi ez? Horgászbot! Ez egy horgászbot! Nézzétek! Pató fogott valamit. Pató, hol? Egy csizma? Egy autógumi? Horgászni cseppet sem könnyű. Számolósdi! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pató már tudja, mit rendel. 10 epret. Nagyszerű. 10 eper. Ajaj. Akkor mit szólnál inkább 10 borsóhoz? 10 borsó. 10 borsó. Szegény Pató. Megmondanátok Pátónak, hogy hány szív van itt? 10 szív. Úgy bizony. 10. Ajaj, nem fogtatok valami sok halat. Tű, ez nagyon nagy. Sőt, hatalmas. Jaj, Pátó és Pokolyó, ugye igazából nem haragszotok? Végül is jó vicc volt, nem? Éljen a horgászás, és éljenek az új barátok! Énekeljünk! I'm in a boat, I am fishing with my fishing rod. To catch a fish, I am using my net. Using my net. Orgasport!
hal, hajó, csónak, világító torony. I'm in a boat, I am fishing with my fishing rod. Catch a fish, I am using my net. Pokolyó! Bálna szülinapja. Ha-ho, Pokolyó! Mit csinálsz? Hát persze. Várunk. Kű, egy rajzot készítettél, és milyen szépet. Tudja valaki, hogy mit ábrázol a kép? Bálnának csináltad a rajzot. Várjunk, ma van Bálna születésnapja. És a Bálna szülinapi bulit rendez. Elég, te viszel ajándékot Bálna szülinapi bulijára? Egy léggömböt. De hogy fogod becsomagolni? Ügyes vagy, Pokolyó. Vajon Bálna kitalálja-e majd, hogy mi ez? Pato! Nézzük, Pato, mit csinál Bálnának. Milyen fincsi süti, Pato! Bálna biztos nagyon fog örülni az ajándékainak. Banai! Ajaj! Ez olyan hang volt, mint amikor egy léggömb kipukkad. Ajjaj. De legalább a rajz és a süti még megvan. Milyen helyes hal. Pato, azt hiszem elvesztettél valamit. A sütidet. Gyanítom, hogy a halacska befalta. De legalább Pokolyó gyönyörű rajza még megvan. Igen, nézzétek! Boldog szülinapot, Bálna! Bálna, tudod, izgalmas utunk volt. Mindenki csodaszép ajándékot hozott neked. Eli egy pompás lufit akart adni, de sajnos útközben kipukkant. Pato pedig finom sütit sütött neked.
de sajnos egy kis hal mind befalta. Szerencsére egy ajándék azért még maradt. Pokolyó készített neked egy csodálatos szülinapi rajzot. Ajaj, a víz eláztatta Pokolyó gyönyörű rajzát. Ójaj, se Luffy, se Süti, se rajz. Nézzétek, Bálna így is örül, pedig nem kapott Luffy-t, Sütit vagy rajzot. Meg tudjátok mondani Patónak, Pokolyónak és Elinek, hogy mit, pontosabban kit vittek el mégis Bálna buliába? Magukat! Igen! Pokolyó is, Pátó is, Eli is itt van. Éljen a legjobb ajándék, a barátok. És éljen Pokolyó. Pápa, nem sokára találkozunk. Pápa! Pokolyó! Búcsúzkodó barátok. Hoho, Pato! Mi folyik itt? Összecsomagolod a holmiaidat? Elmész? Ajaj! De Pato, igazából nem mész el, ugye? Tényleg elmész? Akkor most búcsúznunk kell. Szeretnél elbúcsúzni Szundi madártól? Pato, most komolyan, muszáj elmenned? Te jó ég, ez egy repülőgép, tényleg elmegy. De Pato, nem mehetsz el. Maradj, kérlek. Talán, ha együtt kérjük, akkor itt marad. Mehet. Kérlek, maradj!
Attól félek, semmi értem. Akkor hát... Nincs mit tenni. El kell búcsúznunk Pátótól. Búcsúzzunk el együtt Pátótól, rendben? Igen, barátom, Pátó, minden jót! Vigyázz magadra! Pápa! Tudod, Pátó, azt hiszem, Pokolyónak és Elinek már elege van ebből a búcsúzkodásból. Ja, ez annyira szomorú. Ég veled, Pátó! Visszajött! Hurrá! Szóval mindvégig a bolondját járattad velünk. Rendezzünk neki egy hazatérős bulit. Pokolyó, mit csinálsz? Én jövök. Te jössz? Á, értem. Szóval ez az egész egy játék? Mindannyian elbúcsúztok, és aztán hazajöttök? Csodálatos! Szerintetek most Pokolyó játssza a búcsúzkodós játékot? Igen! Most Pokolyó következik! Pápa, Pokolyó, hiányozni fogsz. Ez jó móka. Éljen az elutazás, és éljen a hazatérés! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Pátó a víz alatt. Ahó, Pokolyó! Ahó! Ahó, Eli! Ahó, Pátó! Mi ez a hang? Értem már. Pátó beállította a vekkerét. Ez furcsa. Csomagolsz. Hová utazol, Pátó? Meglátogatod a barátaidat, Polipot és Bálnát a víz alatt. De jó lesz! Remek ötlet. Szükséged lesz ezekre ott, ahová mész. Azon gondolkodtok, mire készül Pátó, igaz? Megmondjátok Pokolyónak és Elinek, hová megy Pátó. Meglátogatja Bálnát és Polipot. Megy a víz alá. Szia, Pátó! Jó mulatást! Játszani a víz alatt a barátokkal. Mi lehet ennél jobb móka? Mi ez? Egy labda! Remek! Labdázni fogtok! Elég nehéz a víz alatt labdázni. Ajjaj, elsodródnak a játékaid. Most mivel fogsz játszani? A trombitád. Na, ez jó mulatság lesz. Úgy látszik, a trombita és a víz nem szeretik egymást. Na, ezt biztos élvezni fogod. Itt egy képregény. Elázott. Ah!
Pató! Jaj, a víz alatt még toporzékolni sem lehet olyan tüzesen. Félek, hogy Pató nem érzi olyan jól magát, mint várta. Ha, egy finom étel minden bajt elfeledtet, igaz? Hát az biztos, hogy ez az étel nagyon érdekes. Kínáros spagetti? Ugye? Pató arra kíváncsi, kértek-e belőle? Nem, dehogy! Egy csak meg te! Nem, én sem kérek, köszönöm. Most ettem nemrég. Valahogy le kéne gyűrnöd, Pató. Ügyes vagy, Pató. Ajaj, csak nem mész már is, Pató. Mert egyik játékoddal sem tudtál játszani, és a kaja sem ízlett. Honvágyad van? Úgy látom, Bálna elvisz egy körre, mielőtt elindulnál. Csak hogy megmutassa, milyen vidám a víz alatti élet. Ho-ho-ho! Hi-hi-hi, ez azért elég jó móka, nem igaz? Bálna még valamit szeretne megmutatni, mielőtt elmész, Pató. Egy buborék! Nézd csak! Itt is lehet labdázni, mint otthon. Mik ezek? Szivacsok. Szivacs trambulin. De jó! Úgy látszik, Pátó nagyon jól mulat. Szerintetek végül is élvezi a víz alatti életet? Mi ez? Egy óriási kagyló? Vajon mi van benne? Pokolyó és Eli! Éljenek az új dolgok, és hogy megbarátkozzunk velük! És éljenek a halhaverok! Pápa, nem sokára találkozunk! Üdülünk! Szia, Pokolyó! Örülök, hogy látlak! Szia! Hol voltál az elmúlt hetekben? Á, értem! Nyaraltál! Biztos várod már, hogy mindent elmesélj a barátaidnak. Pátó is visszajött a nyaralásból. De jó! Sok mindent meg kell beszélnetek Pokolyóval. És veled is, Eli! Véget ért a szünidő mindenkinek. Újra találkozunk! Végre itthon! Olyan jó újra együtt lenni. Na hát, Eli, de kedves vagy. Szundi madár is megjött. Most mindenki mesélje el, hol járt és mit csinált. Ki kezdi? Mondjuk Pátó?
Ó, a tengerparton voltál. És homokvárat építettél. Aztán horgáztál. Tessék? Nagyobb halat fogtál? Ennél is nagyobb volt. Ekkora? Elképesztő. Á, te pedig havas vidéken jártál, Eli. Halljuk, milyen volt. Új barátokat szereztél. Építettetek egy hatalmas hóembert. Gyűha, ez óriási. Gyakoroltad a snowboard ugrásokat. Menő. Tessék, magasabbra ugrottál? Ennyire magasra? Olyan messzire ugrottál, hogy közben még olvasni is volt időd. És jógázni is. Sőt, te a délutánt is rendeztél. Na hát, ez hihetetlen. Úgy látom, Pokolyó és Pátó is egyetért velem. Jól van, Eli. Most következzen a te történeted, Pokolyó. Az űrbe mentél röpködni. Bámulatos bolygók mellett suhantál el. A saláta bolygó mellett. Az biztos nagyon egészséges. És az Eper bolygó mellett. Tyű, de fincsi. Aztán eljutottál a süti és óriás cukorka bolygóra. Biztos ez, Pokolyó. Úgy látom, jól érezted magadot, Pokolyó. És aztán megetted az egész bolygót? Igen! Tyűha! Ez tényleg megtörtént? Nem biztos, hogy a többiek elhiszik a mesédet, Pokolyó. Te hol pihentél, Szundi madár? Mit csináltál? Mindközül ez lehetett a legcsodálatosabb üdülés. Enyém a legjobb. Várjatok, a vakáció miatt veszekedtek. De miért? Hisz annyira jó elmesélni, ki mit csinált a szünidőben. Még akkor is, ha egyes történetek nem teljesen igazak. Nem! Ugyan már, Pokolyó. De tényleg az a legjobb az egészben, hogy újra együtt mókázhattok. Elég volt a mesebeszédből. Igen, pápa. Bámulatos bogyó szüret. Halihó gyerekek, mit olvastok? Receptet. És találtatok valami finomat? Ah!
Úgy látom, megvan a tökéletes csemege. Hogy kell elkészíteni? Kiszi bájsz! Értem már. Bigyóbogyó kell hozzá. Hát persze. Mi az a bigyóbogyó? Kiszi bájsz, és szakaszolj sziszoszió. Különleges finomság, ami csak a bámulatos bigyóbogyó birodalomban terem. Már jobb. Azt hiszem, kedvel téged, Pokolyó. Barát! Barát! Go, Roberto! Cosa che si dà? Che si bais? Cosito so, coglietti. Nina szerint a legmagasabban termő bogyóból lehet a legédesebb sütit sütni. Az erdőben mindenütt nő. Ha két csapattal indulnátok, gyorsabban menne a bogyószedés. Itt akár kezdhetitek is. Degusztusosak ezek a bogyók. Repülök! Pokolyó, miért is jöttünk az erdőbe? Ez az! Micsoda csapatmunka! Látjátok? Pokolyó ugrálás közben megtalálta a legfinomabb bogyókat. Azt hiszem, most már süthettek.
nagyszerű! Szerencsére jó sok barátunk van, akik mind megkóstolhatják ezt a mennyei csemegét. Gyerünk, Pokolyó! Utazás Pátóval. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ha-ho! Vajon ki lehet az? Pátó azt mondja, elutazik, de otthon felejtette a bőröngyét. Pátó azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagy szüksége volna a bőröngyére. Elviszem! Remélem, elérik a gépet. Pokolyó meséi. Ha-ho, Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangya, aki elment a tengerpartra. Szeretem a tengert! Repülőre ült. Aztán hajóra. Aztán motorra. De amint odaért, hiányozni kezdett neki a barátja. Olyan magányos vagyok. Ezért felhívta a barátját, a dinoszauruszt. Játszol velem! Így hát a dinoszaurusz repülőre ült. Aztán hajóra. Aztán motorra. Mikor aztán megérkezett a tengerpartra, csúda jól érezték magukat a hangyával. Vége! Ugye nehéz bőröndel a kézben sietni? Nagyszerű ötlet, Pokolyó! Busz! Busszal is mehettek. Megmondanátok Pokolyónak, mi az? Úgy bizony, ez a busz. Így sokkal gyorsabban odaértek a repülőhöz. Nagyszerű ötlet, Eli. Mehettek vonattal. Megmondanátok Pokolyónak és Elinek, hogy mi ez? Ez a vonat. Számolósdi. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pátó már tudja, mit rendel. Három szendvicset. Nagyszerű. Három szendvics. Ajaj, akkor mit szólnál mondjuk inkább három almához? Három alma. Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? Három szív. Úgy bizony, három. Úgy látszik, Pátó még mindig várja a bőröngyét. Tyű, megérkezett éppen idejében.
Napszemüveg? Ajaj, Eli mérges. Utazott buszon, aztán vonaton, rohant a repülőhöz, hogy elhozza a napszemüvegedet. Pátó azt mondja, hogy ne haragudjatok. Nézd, ti is vele utazhattok. Utazni csuda jó, de barátokkal utazni még jobb. Énekeljünk! Utazás! If you travel on a bus, if you travel on a train, if you fly on an aeroplane, always take your suitcase. Travel on a bus. If you travel on a train, if you fly on an aeroplane, always take your suitcase. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Tóth Márk, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.